Itt egy kis nyúl, mezei nyúl, nem üregi nyúl, mifelünk nincsen üregi nyúl, nem tudom hová. Itt mindig a lábam alatt szaladgál, és itt van lehasalva valahol a fűben. Nem is nagy a fű, de úgy el tud bújni. Ott van. Már elég nagy. Aha, most felugrott. Elég nagy. Jól is bír futni, bár mondjuk, ha ilyen pici, már akkor is úgy fut, hogy elképesztő. És akkor ezek úgy vannak, hogy az anyjuk itt hagyja, és akkor visszajár szoptatni. Ez itt elrejtőzik. Tavaly vagy tavaly előtt mutattam egy kis nyulat, az olyan nagyon picike volt, de az meg is döglött, mert akkor ilyen hideg, ez esős tavasz volt, és akkor ezeknek az a vesztük ezeknek a mezei nyulaknak, hogy nem bírják a nyírkos esős időt, és akkor megfáznak a kis nyulak, vizes lesz a szőrük, megfáznak, megdöglenek. Úgyhogy ez szokott velük lenni a baj. Ezt a kecskét kérem behajkurászni a helyére, mert ez meg szökik kifelé most állandóan. Ki van tőgyelve nagyon, ez egy-két napon belül meg fog elleni. Nem akar benn maradni az Atya Istennek se. Kint is hagynám nappalra, csak az a baj, hogy félek megellik. Annyi kóborkutya van itt, hogy a vége az lesz, hogy megellik a kis kecskét, vagy kecskéket, meg kutyák szétszincálják. Hopp, itt a nyúl, majdnem rálépek. Majd az anyja megtalálja. Be kéne hajkurászni, baj lesz belőle. Most egy vagy két-három napja állandóan szökik. Tegnap előtt kint is volt egész éjszaka, és szólt a szembe szomszéd, hogy fél éjszaka hajkuráztak valami kutyák, ugatták, hallották a csengőjét, hogy fel alá szaladgál. De nem lett semmi baj. A vehem is megmaradt, nem vetélt el. Azt mondta, hogy ugattak a kutyák, két-három kóbor kutya, és hajkurázták egész éjszaka, úgyhogy muszáj berakni.